A meglehetősen fiatalon elhunyt Szántó Csaba tiszteletére futballtornát szervezett nevelőegyesülete, a Füszfői AK a stadionban. Voltak csapatok, akiknek már véget ért a sportesemény. Ők levezetésképpen egymás ellen fociztak, igaz már nem tétre menően. Ez is azt mutatja, hogy a gyerekek szeretnek játszani. Az ország számos pontjáról érkeztek csapatok, összesen 22-en, közel 300 gyerek. Az ötlet úgy jött, igazából a Futball Európa Bajnokság szülte ezt a dolgot, és amikor eldöntöttük, hogy rendezünk egy ilyen kupát, akkor ugye a Csabának az emlékére terveztük. Azért lett U9-es torna, mert ez az a korosztály, amelyik már be tud mutatni egy olyan futballt, ami hasonlít a felnőtt futball, tehát lehet látni már a játékképét, és még a szülőket is megmozgatja, tehát nagyon sok szülő tud együtt jönni a gyerekekkel. A csapatokat 6 csoportba sorsolták, ahol körmérkőzések után dőlt el, hogy kik kerülnek fel a felső, illetve az alsó osztályba. Ott jártunk, kor éppen a döntő zajlott. Balatonalmádi Siófok ellen mérkőzött. A két balatonparti város fiataljai nagyon küzdöttek, biztatásban nem volt hiány. Almádi majdhogy nem hazai környezetben játszhatott Füszfön, olyan sok szülő szurkolt neki. Végül nem sikerült nyerni, de a csapat vezetője maximálisan elégedett volt a látottakkal. Egy nagyon szép teljesítményt nyújtottunk, mert 23 csapatból másodikak lettünk, így van itt a döntőben a Siófokot nem sikerült legyőzni, de előtte a hármas döntőben például a Videótont azért legyőztük 1-0-ra. Én nagyon-nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, nem kevés munka van el mögött, és én úgy gondolom a szezonnak ez egy jó megkoronázása. Mi múlott, hogy nem sikerült feltenni az íra a pontot? Nagyon pici múlott, ugye ezek nagyon pici gyerekek, tehát 8-9 éves gyerekekről van szó. Nüanszokon múlik, hogyan bírják jobban fejben, hogyan tudnak oda koncentrálni, és most ez nekünk a döntőben nem sikerült, azért 7 meccset lejátszottak reggeltől késő délutánig, és egy nagyon pici múlott. Múlt héten például a Füredi tornán legyőztük a Siófokot, most nem sikerült sajnos. Balatonalmádiban hétről hétre közel 150 gyermek rúgja labdát. Eredményes utánpótlás nevelés zajlik. A tehetséges labdarúgó palánták szeretnek focizni. Belőlük nőhetnek ki a jövő reménységei. 5 éve focizom és csatárba szokok játszani. És hogyan értékeled a mostani tornát? Hát ez szerintem jól sikerül és örülünk, hogy másodikok is lehettünk. Jövőre esetleg meg fogjátok nyerni? Persze. Egy kicsit megijedtek a szervezők a várható eső miatt, így a klubház egyik helységében került sor az eredményhirdetésre. Az első Szántó Csaba emléktornát Siófok nyerte meg, megelőzve Almádik és a Videóton csapatát. A környező alakulatok közül Balatonfüszfő a 13., Csajág a 19. helyet szerezte meg.